11-es tanulók tesznek előrehozott érettségi vizsgát, a felvételek még június végén készültek a Kölcsei Gimnáziumban. Ők még a hagyományos négy osztályos képzésben vesznek részt, hamarosan azonban olyan diákok is lesznek az intézményben, akik hat évig ülnek majd az iskolapadjaiban. padjaiban. 2020. szeptemberétől ugyanis egy hat év folyamos osztály is elindul, ennek bevezetését már régóta tervezték, de szülőigények is megfogalmazódtak rá, tematikáját illetően pedig próbáltak humán és nyelvi profiljukhoz illeszkedni, hangzott el 35 perc című műsorunkban. A képzésünknek az lesz a specialitása, hogy alapvetően nyelvi orientációval képzeljük el ezt az osztályt, ami azt jelenti, hogy a, hogy a tanulóink, akik majd ebbe az osztályba fognak bekerülni, már a hetedik osztálytól kezdve az első idegen nyelvet emelt szinten fogják tanulni, ez az általános iskolában tanult nyelvet viszik tovább, ez többnyire az angol lesz, hiszen a legtöbb általános iskolában most ezt tanulják a gyerekek. Mit jelent az emelt az szint? Az emelt szint az azt jelenti, hogy ugye a kötelező óra szám nyelvből az a három óra, és ők heti öt órában fogják végigtanulni tanulni hat éven keresztül a nyelvet. Úgy gondolják, a nyelvvizsga megszerzéséhez ez jó garanciát jelent. A másik idegen nyelv tanulását pedig 9 kezdik majd el a tanulók heti 4 óra számban. Közben a másik súlypontot a kötelező érettségi tárgyak magasabb óra számban való oktatására helyezik. A hat év folyamos képzés nagy előnyének tekintik azt is, hogy a diákoknak több idejük áll majd rendelkezésre. Ahhoz, hogy megszokják a gimnáziumi légkört, a megnövekedett elvárásokat, megtanulják a tananyagot, majd pedig rendszerezzék és összegezzék a megszerzett tudást. A tanulóknak a bejutáshoz részt kell venniük a központi írásbeli felvételén, amelyre december 6-áig jelentkezhetnek. Pontjaikat persze nem csak ez alapján számolják majd ki. Három ö, részből fog összeállni. Ugye nagyon fontosak a tanulmány eredmények, tehát az általános iskolai tanulmányeredmények. Itt is elsősorban az ötödik évvége, illetve a hatodik fél év ugyanis innen hoznak pontokat, öt tantágynak a jegyeit fogjuk beszámítani, és ezt fogjuk átváltani pontokra. Ezek a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, a matematika, illetve az általuk tanult idegen nyelv, illetve ö, ezen kívül ö, meg kell írniuk a diákoknak a központi írásbeli felvételi vizsgát, magyar nyelvből, illetve matematikából, és akkor ebből áll össze egy harmad. Egy harmad pont mindegyikre 50-50 pont szerezhető, tehát itt 150 pontot lehet összesen elérni. A hatosztályos képzés beindítása számos feltételt is támaszt a gimnáziummal szemben. Itt személyi, szakmai, tárgyi és infrastruktúrális feltételeknek kell megfelelniük, amelyek a megbízott intézményvezető szerint rendelkezésre állnak náluk. Elmondása szerint az új osztály iránt nagy az érdeklődés.